Az egyik szemünk sír, a másik nevet, ha visszagondolunk a Ubisoft E3-as sajtókonferenciájára. A francia kiadónak volt pár nagyon erős pillanata, de legalább ennyi kellemetlen baklövése is, amiktől végigfutott a hideg a hátunkon. Most néhány percben összesűrítettük a legfontosabb mozzanatokat. Először is el kell szomorítsunk mindenkit, az Assassin's Creednek se híre, se hamva nem volt az előadáson, ami azért is fura, mert az egészet egy szimfonikus koncerttel nyitották meg. Ha már a Sony hiányzott az E3-ról, átvettek néhány dolgot tőlük, csak hogy ez a megoldás akkor működik igazán, ha a játékot is mellé teszik. Persze a konferencia elején jó ideig nem hiányoltuk az Assassin's Creed-et, csak kapkodtuk a fejünket a Watch Dogs Legion láttán. Az ütős trailerrel és akciódus gameplay-jel felvezetett játék Londonba visz minket, ahol a Brexit után eléggé megváltoztak a dolgok. És hogy ki lesz a főszereplő? Mindenki. A játék összes NPC-je saját személyiséggel és tulajdonságokkal rendelkezik, mindenki teljes egészében szimulált életet él, és a mi feladatunk lesz, hogy betoborozzuk őket az ellenállás tagjai közé. Hogy fiatal punkokból vagy nyugdíjazott titkos ügynökökből áll le a bandánk, az már csak rajtunk áll. A helyszíni beszámolók szerint pont olyan lenyűgöző a játék, mint amilyennek elsőre tűnik, úgyhogy nagyon izgatottan várjuk a megjelenést. Sajnos Keanu Reeves belépőjét nem tudta überelni, de nagyon aranyos volt John Bernthal a színpadon, aki a kutyájával érkezett, hogy meséljen egy kicsit a készülő Ghost Reconról, és felkészítsen minket arra, hogy virtuális mása rengetegszer szét fogja rúgni a hátsónkat. Szintén nem lesz könnyű túlélni a Rainbow Six Quarantine-ben sem, ami egy háromfős kooperatív túlélő játék formájában bővíti a Rainbow Six univerzumot. Bár túl sokat egyelőre nem tudunk, minden bizonnyal az Outbreak-nél látott irányba viszik majd a dolgot kisebb-nagyobb csavarokkal. Annyi már biztos, hogy a Siege operátoraival is találkozunk majd. És ha már Siege, kaptunk egy hangulatos videót az új szezonhoz és azok operátoraihoz, csak azt nem értjük, miért kellett a konferencia végére az a hiper kellemetlen showmatch, ahol rapperek vezette, streamerekből álló csapatok játszottak. Ennél sokkal látványosabban is meg lehetett volna mutatni az újdonságokat. A tartalmi bővítések sora nem állt meg, hiszen a Ubisoft tele van live service játékokkal. A Forerunnerben már el is indult egy június 27-ig tartó esemény, a Shadows of the Hitokiri, mely során harc közben lelkeket kell gyűjtenünk, illetve bekerül végre a spectator mód, hogy ne csak úgy lehessen közvetíteni a meccseket, hogy valaki ott áll a harcosok mellett. Természetesen a Division 2 sem hagyta ki a show-t, bejelentették az első év komolyabb frissítéseit. Az epizódikus formában érkező újításoknak köszönhetően eljutunk majd a Pentagonba, a Nemzeti Állatkertbe és New Yorkba is, ráadásul az E3 hetében teljesen ingyenesen próbálhatja ki mindenki a játékot, ami ősszel a Google Stadia kínálatába is bekerül. Azt is megerősítették, hogy továbbra is készül a Division mozi Jake Gyllenhaal főszereplésével, méghozzá a Netflix gondozásában. A Ubisoft közreműködésével készül egyébként a Felhőtlen Philadelphia alkotóinak új sorozata, ami egy fejlesztőcsapat életét mutatja majd be egy képzeletbeli cég fiktív játékán, a Mythic Questen keresztül. Megoszlanak a vélemények arról, hogy kifejezetten mókás vagy közepesen kellemetlen volt a levetített trailer, de reméljük a legjobbakat. És ha már a streamingről beszéltünk, nem mehetünk ezt szó nélkül a kiadó előfizetős szolgáltatása a Uplay Plus mellett sem, ami leginkább az Origin Access-re vagy az Xbox Game Pass-ra hasonlít. Havi $15 több mint 100 játékhoz férünk hozzá, beleértve a frissen megjelenő címeket is, mint az új Ghost Recon vagy Rainbow Six. A szolgáltatás egyelőre csak PC-n lesz elérhető, de a tervek szerint Stadia-n is élvezhetjük az előnyeit. Ezzel sokkal könnyebb lesz rávenni a haverokat, hogy közösen próbáljátok ki az épp megjelenő kooperatív vagy kompetitív mókákat. És ha már ott jártok a Uplay-ben, mindenképp töltsétek le a Roller Champions pre-alpha demóját, amit most teljesen ingyenesen kipróbálhat mindenki. Még mindig nehezen hisszük el, hogy egy görkorcsolyás PvP játékot csinál a Ubisoft, de hát a jelek szerint ez a jövő. Valami megmagyarázhatatlan okból most sem úsztuk meg a konferenciát Just Dance előadás nélkül, csak most még fel is vezették az egészet egy drámai trailerrel, mielőtt bevonult a hatalmas panda a színpadra. Mi is nagyon szeretjük a játékot, de ez azért talán már túlzás. És hogy miért nem hallottunk az új AC-ról? Az Odyssey-t fejlesztő csapat műhelyében már jó ideje dolgoznak a Gods and Monsters névre keresztelt mókán, ami látványában és hangulatában az új Zelda játékot idézi. A főhőst az istenek kérik fel, hogy segítsen lenyomni a szörnyeket, innen a nagyon kreatív név, de úgyhogy a görög mitológia szerelmesei ennél jobb játékra nem is nagyon vágyhatnának.
Nagyon reméltük, hogy valami csoda folytán Sam Fisher mégiscsak fel fog bukkanni a színpadon, de nem gondoltuk, hogy ilyen árat fogunk fizetni érte. Miután az egész generációban nem kaptunk Splinter Cell játékot, elég szomorúak vagyunk, hogy kedvenc lopakodó ügynökünk egy nem túl mutatós mobil játék egyik karaktereként tér majd vissza. Az Elite Squadban ugyanis a Tom Clancy univerzum hősei esnek majd egymásnak. Tudtuk, hogy a Skull and Bones és a Beyond Good and Evil 2 nem lesznek ott az előadáson, de a tavalyi Gamescomon már élő demóban láthattuk az új Settlers-t, az igazán kaphatott volna legalább egy trélert. Az Assassin's Creed távolmaradását abszolút megértettük volna, ha nem egy ilyen koncerttel nyit a kiadó, azt pedig csak remélni tudjuk, hogy a Siege renoméját nem rontják el a kooperatív karanténnal. A Watch Dogs Legion koncepciója viszont egyszerűen lenyűgöző, és alig várjuk, hogy végre kipróbálhassuk, de nagyon hiszünk a Uplay Plus sikerében is, ami egy remek kezdeményezésnek tűnik a kiadó részéről. Nektek hogy tetszett a Ubisoft konferenciája? Ti melyik játékot várjátok leginkább? Írjátok meg kommentben! Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, hasonló tartalmakért pedig iratkozzatok fel a csatornánkra. Hamarosan újra találkozunk, sziasztok!